mobil annyira gyorsan változik, hogy ezzel önmagában nem lehet lépést tartani, de úgy általában minden szereplő valamennyire le van maradva az adott reklámhordozó kapcsán. Itt az online is azért megfigyeltő volt, csak amíg online 10 év eltelt és nagyjából utolértük magunkat, ez mobilban sokkal gyorsabban zajlik, tehát erre idő nem nagyon van, hogy szép lassan felzárkózunk, gyorsan kell felzárkózni, és a példák alapján úgy tűnik, hogy mindenkinek egy kicsit át kell gondolnia, hogy mennyire tart lépést a mobillal és a mobil hirdetéssel. Bizonyos weboldalakat többen látogatnak már külföldön mobilról, mint rendesen webről, mert hogy a reggeli órákban már a mobil eszköz jobban kéznél van, vagy hétvégén, ha ne legyen Isten, meccseket nézegetnek az emberek, akkor mobil oldal nagyobb, mint a weboldal. Ez már önmagában trend szinten egy óriási változást jelez. Viszont a bevételek, mobil bevételek pedig még jócskán 1%, vagy az alatt vannak, ami mobilról érkezik. És ez egy érdekes dolog, hogy ha 50%, de legyen 30%, aki mobilról érkezik, és a bevételek 1%-a, akkor ott valami nincs rendben, és ez egy óriási kihívás lesz a piacnak, nem csak nekünk, hanem külföldön is, hogy hogy fogjuk a bevételeket behozni, hogyha a látogatottság már rég nem azt a százalékot hozza. Az van, hogy most külföld nem sokkal van még előttünk, ez ugyanígy volt talán online is, viszont az a kérdés, hogy most jön-e az a kulcs pont, amikor ők elhúznak egy 3-4 évre. Ezt egyelőre nem tudni, de azt látjuk, hogy ők sem tudják a megoldást. Tökéletes példa volt, a napokban írt róla valaki, hogy a New York Times mobil oldal címlapján Google hirdetést lehet venni, azáltal, hogy ez Google egy nagyon olcsó hirdetési megoldás. És feltették a kérdést, hogy vajon ez egy jó dolog, hogy egy kevésbé prémium márka viszonylag olcsón a New York Times mobil oldalának a cím oldalán tud megjelenni. Valószínűleg nem, és nem is biztos, hogy tudatos, hanem egyszerűen így alakult, és azt gondolták, hogy ez jó lehet, de szerintem a felelősöket hamarosan elő fogják venni, és valószínűleg ennél egy prémiumabb megoldással fognak előállni. Tehát a példa csak azt mutatja, hogy még tőlünk nyugatabbra is elég nagy problémák merülnek fel.